van bevonuló párbaj, azt egyértelműen Florian Hempel nyerte, tehát hazai közönség előtt ez nem meglepő. Az egykori kiváló kézilabdázó, immáron profi dárcos Florian Hempel, Gabriel Clemenshez hasonlóan, mint legmagasabban rangsorolt, világranglistán legmagasabban rangsorolt, de kvalifikációt nem szerző, tehát kiemelést nem szerző német játékosként, egy kvalifikáció nélkül jutott be a tornára, tehát neki nem kellett részt venni a Host Nation qualifieren, illetve a European Tour qualifieren sem. Kettőt ilyet szoktak csinálni, ha jól tudom, a németek. Így van, ugye Gabriel Clemens a másik német játékos, aki selejtező nélkül, mint legmagasabban rangsorolt, de egyébként kiemelést nem szerző játékos, automatikusan jogot szerzett arra, hogy ezen a megmérettetésen részt vegyen. Richard Veenstra viszont, hát hasonlóan Graham Asherhez, élete első PDC turkárdosok számára fenntartott selejtezőjén sikerrel vette az akadályt, és bejutott ide a kieli megmérettetése. Egy 6-4-es és egy 6-5-ös mérkőzés vezetett ideáig. A 6-5-ös mérkőzés volt előbb Mansur Suljovic ellen, ott 91,99-es átlagot dobott Veenstra, majd pedig jött Krzysztof Ratajski, aki ellen 6-4-re nyert egy 90,64-es kör átlagú mérkőzésem. Komoly kalapok így. Bizonyám, úgyhogy ez is mutatja, hogy Richard Veenstra egy nagyon-nagyon veszélyes játékos, függetlenül attól, hogy most 44-jel indította ezt a mérkőzést. Hát tényleg felsorolni is lehetetlen lenne, hogy mennyi címet gyűjtött ő be élete során, de azért most így a legjelentősebbeket próbálom összeszedni, ugye megnyerte a Dutch Open-t, British Classic, British Open, ugye ezek mind WDF-BDO pontszerző versenyek, de a jelentősebbek közé tartoznak British Open, British Classic, Denmark Masters, German Masters, Isle of Man Classic, Scottish Open, a férfi párosban 2015-ben Antáliában megnyerték a WDF World Cupot. 16-ban szintén. 16-ban ott ugye mindent, bocsánatott, a csapatot nem nyerték a WDF Europe Cupon, de minden más, tehát az egyénit, a párost, illetve az összetettet megnyerték a holland válogatottal, illetve hát 2018-ban a budapesti rendezésű WDF Europe Cupon is ezüstérmesek voltak a holland csapattal, ott egyéniben, párosban, illetve összetettben nem jutott neki, kérem. Illetve hát kétszer volt döntős nagy BDO Major tornán, egyszer a Zuiderduin Masters-en, egyszer pedig a BDO World Darts Trophy-n. A Zuiderduin Masters-en Glendarentől, a BDO World Trophy-n pedig Jim Williams-től kapott ki. Tehát voltak azért neki nagyon komoly eredményei. És mindezek mellett egy annyira szerény és alázatos embert ismertem meg benne, hogy valami többen. Egyébként igen. Hát úgy beszélt előtte, utána úgy beszélt velem, mintha én lennék a magasabban kvalifikált játékos. Pedig valami? Nem. Pedig nem. Nagyon nem. És már van Hempelnek a kiszálló. Ezzel vitte Veenstrának a kezdését, és egy mosoly odafért. Nyolcvanas kör Veenstrától. Eléggé sajátos technikával dob egyébként Veenstra. Nem is maga a mozdulat, hanem a nyílfelvétel az, ami egyedivé teszi azt, ahogy ő játszik. Nem egy szokványos nyílfelvétel. Ez 67. Igen, két szektor hibát követően jött a tripla.
Csak jött egy tripla a végére. De még mindig nincsen kiszálló Richard Venstra. Hempel pedig köszöni szépen, 123-mal ott van, 72 ponton. Most jön a tripla, kettő is jön. Tripla 17, nagy, az nem jön. 137-tel azért 70-ig lemegy. De hát 72-re veszélyes már Florian Hempel. Még egy 20-as. Úgy van, és a dupla 16. Meg lehet oldani a 70-et. Szimpla. Megvan és a 20-as, és neki is a dupla 16. Őki benne van! Vissza is vette gyorsan azt az elveszített kezdést. Ne szurkolj ennyire. Nem szurkolok, egyáltalán nem szurkolok. Még a végén pellengére állítanak. Egy break itt, egy break ott. És egy 60 ponttal kezd Venstra. Szektorhiba. Majd egy 20-as. Vége? Még egy szektorhiba, 30 pont csak. Az már a helyén van, sőt... 180! Ott is van egy tripla. 140. 60-as kezdés után nagyon belehúzott Venstra. Három kör alatt ott van. Nagyon szép 121-es kiszállón, és nincsen dobáskényszerben, úgyhogy az ellenfelét. Ez most egy nagyon kényelmes pozíció neki. 25-ös megvan, tripla 20. Oh. Tripla 15. Vagy tripla 19. Tripla 19, nem, búr. Nem, visszament búrra. Az is egy megoldás, marad az 56 pont. Igen, 171 kellett volna Hempelnek. Az elment a 7-esbe. 9-es. Igen, és a dupla 20. És ugye milyen érdekes, hogy miután szektorhibát vétett, maradt ugyanannál a koncepciónál, tehát nem váltottál 17-esre és jött le a dupla 16-ra, hanem ment végig 9-es és a dupla 20. Ja, és ott a dupla 10. És neki van igaza, végül megoldja, 2-1-re vezet a holland. Game on. 58 a kezdés Hempeltől. Váltás. Váltás se jó. 46. Egy tripla ott van. Le kell menni 19-re. Bizony, 99. 90 pontos előnyben Venstra. Hempelnek iparkodnia kell, mert egyelőre... Ott a tripla. 100. Nagyon messze van egyelőre attól Hempel, amit ő ténylegesen tud. Jelen pillanatban 68,33 az első 9 színes mutatója Hempelnek. 177! Winstának ezzel a 177-essel pedig 102,83, tehát 34 pontos különbség van az első 9 színes átlagban. A teljes kör átlagban 15 pontnyi, 76-93 Hempelnél, 91-18 Winstránál. Tripla, benne van, nem kell rá menni. Kerekít. Teljesen fölösleges fitoktatnia az erejét. Nincsen kiszállón Hempel, és még mindig nincsen kiszállón, úgyhogy hát, rengeteg ideje van. Első legolgy a 13 nyilas játék. A srácok itt vannak, akkor kivezeti a röpcsiket. Hát jöttek a Flyers-el. Ja, értem. Oké. Flyer Service? Igen. Oké.
Hát ha létrejött az alsó ágon egy német találkozó holnapra, itt összejöhet egy holland találkozó, mert igen. Dirk van Dijvenbode várja a győztest. Ó, 2-5-ös, és egy tripla ússzal szépen korrigált, 361 dupla ki. Jön a tripla most szépen Hempeltől, második fölötte. Harmadik is fölött a 100 pont. Mondjuk az bevonuló zenében érdekes lenne egy Van Dijvenbode Vénszra találkozó. Lehetne veretni a techno zenére. Igen. De legalább Vénszra bevonuló zenének van szövege. Igen. Több. 121 pont marad így Hempelnél. Még sokat nem kell gondolkodni, hogy mit kell énekelni. Nem. Tudod, ezek a klasszikus idézetek, hogy... Igen. Nagyon szép kerekítés 32-re, bár az első nyíl az rontott volt, nem 17-es, hanem 25-öt szeretett volna találni, vagy bult. De végül jól kijött belőle Hempel. Vénszra csak most érkezik meg kiszállóra, meg lehet oldani a 32-t. Egy kívül, másik belül, úgyhogy dupla 8-on be lehet fejezni. Benne is csinálja. És már az első 9 nyílas átlag a Hempelnek kereken 80, a teljes kör átlag az 79-65. Tehát még mindig eléggé le van maradva Vénszrához képest, de már nem akkora a lemaradása, mint az előbb volt. 134-jel kezd. És tovább Florian tudja szűkíteni az ollót. Kettő a helyén, 126 pont, 200 pont alatt, de nem kiszállón Hempel. 140 kell Venstrának. Vagy 137, vagy 134. 140. Második az már a triplában, a harmadik is, marad a 42 pont, 164, az most nagy extra lenne Vénstrától, nem is lesz meg. Aha. Tízes helyett. Igen. Akkor kell egy 11-es. Igen, és a dupla 8-ra egy nyíl. Kívül van, meg lehet oldani a 110-et. Nem várt szektorhiba Florian Hempeltől, meg is zavarta. És a dupla 18, megoldja! Óriásiba Hempeltől, Vénszra pedig könyörtelenül megbünteti. Visszaállítja a break előnyt a holland játékos. Kell a tripla kezdésbe. Jött is egy 97. És érdekes, hogy a német közönség mennyire elhallgatott pont, amikor talán a leginkább szüksége lenne Hempelnek a biztatásra. Igen. Kvázi néma csendben ülik végig a találkozót. Nem hinném, hogy ki lenne valami tacepe, ahogy aki nem szurkol tisztességesen, az eltávozhat a helyszínről. Ráadásul ugye, mint Kassaitó Csabitól megtudtuk, mert vannak olyan sportágok, amik a mi perifériánkon kívül esnek, hogy Kiel nagyon nagy kézilabda hatalom, tehát már csak ezért is szolidárisak lehetnének az egykori kézilabdázóval. Igen. De hát nem a karásnak nyugés a vége, ahogy Matula bácsi is megmondta Tutajosnak.
alatta mindkettő. Alatta mind a kettő bizony. Célszerű leváltani. Le is vált, ott sem jön tripla, 59, csak a dobás 142, a maradék 106. Megoldható. 91-nél is megoldható, tripla 17 kell. Nem, 74-nél tripla 14, 60 pont maradt. Két tripla kell, vagy tripla 20 búl, de szerintem ő két tripla 19-et szeretett volna akkor ezek szerint. 114-28. Igen. Én is azt szoktam rá próbálni, csak általában az első nyílán már elszáll minden esély. Dupla 20. Ott van, 5-2. Azt néztem, hogy Richard Venstra egész szépen kezdte a Players Championship futamot. Az első fordulón a harmadik körben esett ki, a második fordulón negyed döntős volt, harmadik fordulón nyolcad döntős, és a negyedik fordulón pedig a második körben bukott, úgyhogy alapozza szépen magának. Magyarul mindegyik fordulón szerzett pontot. Igen. Azért az nem mindegy. 45-ös folytatás az 57-es kezdésre. Úgy látom, hogy Hempel kezdi elveszíteni a hitét. És Venstra pedig nagyon szépen maga javára fordítja azt a mentális negatív görbét, azt a mentális színusz görbét, ami most Florian Hempelnél kialakult. Meg egyébként is ő a végére, tehát az a fajta játékos, aki a végére erősít be. 97. Ugye a BDO világban sajnos lehetett látni legutóbb, ami volt tartva. 140. 140. Amikor még létezett a BDO. Bocsánat, ez már VDF világbajnokság volt, amikor Veronika is kint volt, igen. Akkor az tavaly volt, igen. Igen. 83, így is kiszálló. Nyilván nem ez lett volna a cél, hogy 167-re maradjon, de most ezzel kell beérnie. Hempel 156-ra érkezik meg. Ezt akár én is dobhattam volna így 201-re. Nem lesz meg a 167-es, nagyon komoly hiba. 125-tel 42 marad. Valamelyen sikerül neki korrigálnia. 156 nem lesz meg. Mérkőzés nyilakhoz fog hamarosan jutni Richard Venstra. Hiába tette le magát dupla 8-ra Florian Hempel. Nem számít. Kell egy 10-es kerekítő. Megvan, nagyon dupla szépen 16, középpen. Dupla kettő meccs nyíl. És ott van elsőre. És igen, igazából itt az arckifejezése is Venstrának arról árukodott, hogy értetlenül áll, hogy mi volt ez Hempeltől, azért ő ennél sokkal jobb játékos. 82,99-es átlagra volt mindössze képes a német. Venstra nem játszott extrát, 90,35-öt hozott össze, a 6-2-es győzelemhez elég volt, úgyhogy összejött a holland házi mérkőzés. Dirk van Duivenbode, illetve, bocsánat, Dirk van Duivenbode ellenfele holnap Richard Venstra lesz. Florian Hempeltől búcsúzunk. Egy rövid szünetet követően pedig folytatjuk az egész mai nap legnagyobb rangadójával, James Wade és Raymond van Barneveld összecsapása következik nem sokára.